sajnos vereséget szenvedtünk, és ez egyértelmű, hogy ilyenkor egy rossz hangulatot szül, én megértem a lapoknak hozzáállását, és természetesen mi megpróbáljuk megtenni azt, amit ilyenkor lehet. Hány embert próbált ki eddig a két meccsen összesen? Hát elég sokat. Tudja szám szerint? Hát 20-an fölül van, azt hiszem. 24-et mondanak így kapásból. Tehát ez azért valamit tükröz, hogy mindig az hiányzik, ugye, mert most épp ma reggel hallottam a rádióban a nyilatkozatát, hogy Lipcsei hiányát említette, azt hiszem, Nyilasét. Tehát, hogy mindig az hiányzik, aki éppen nem ér rá, vagy sérült, hogy ez ilyen tipikus szövetségkapitányi megnyilatkozás sorozat, hogy mindig az, aki nem, éppen nem bizonyított, arról kiderül, hogy a legjobb. Hát igen, hát ez azért van, ugyanis megkérdeznek. Ha nem kérdeznének, nem hivatkoznék rá. Egyértelmű, ha azt kérdezik, hogy ez miért van, hogy mondjuk több játékost próbálok ki, akkor nyilván azért, mert most a kezdőcsapatban a Klaus, az orosz, a Nyilaselek tulajdonképpen helye úgy tűnt, hogy biztos, hiszen a Klaus először visszajelzett, akkor még nem volt semmi problémája, az orosznak vasárnap derült ki, a Nyilas is úgy volt, hogy korotkodom a kupán, hogy teljesen biztos, hogy játszik. Hát most én nem azt mondom, hogy akkor adott esetben mi most ezt a mérkőzést, ha megnyerjük, de nyilvánvaló, hogy egy szóval bármilyen csapatjátékban, amikor megkérdezik, hogy ez a vereség mi volt, akkor én nem mentegetőzésképpen, de elmondtam, hogy mi a helyzet. Ugyanígy volt a horvát mérkőzésed is, ahol 4 újoncot kellett avatni, és nyilvánvaló, hogy amikor 5-en lemondják a keretet,